Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai evangéliumban Jézus Mártához és Máriához megy be. Márta sürög forog, Mária leül Jézus lábához. Mária a jobbik részt választotta. Volt ideje arra, hogy Jézust hallgassa. A mai rohanó világunkban, ahol mindenki szalad, mindenki dolgozik, meg kell nekünk is találnunk azt a rövid csendet, amit Istenre szánunk. És biztos vagyok benne, hogy Isten visszaadja sokszorosan azt az időt, amit rászánunk. A mai Szent Misét a kaposfüredi Szent Őrangyalok templomból mutatjuk be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben. Isten hozott mindnyájatokat, különösen Csillát, akinek a születésnapjára ezt a szentmisét felajánljuk. Hálából is, és azért, hogy Jóisten minden ajándékkal halmozzon el, amire szükséged van. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Krisztus, te kemmelsz,
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel, és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a Teremtés könyvéből. Egy alkalommal az Úr megjelent Ábrahámnak Mamre terebintjénél, amikor az a déli forróság idején sátra bejáratánál ült. Ábrahám fölemelte szemét, és íme három férfi állt előtte. Mihelyt meglátta őket, a sátor bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt, és így szólt. Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hoznak egy kis vizet. Mossátok meg lábatokat, és telepedjetek le a fa alatt. Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább mehettek. Hiszen ezért ejtettétek útba szolgátokat. Azok így válaszoltak. Tedd, amit mondtál. Ábrahám besietett a sátrába Sárához, és így szólt. Védj gyorsan három adag lisztet, kelezd meg, és süss lepényt. Azután kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erős borjút, és odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. Majd tejet és vajat hozott, meghozta az elkészített borjút is, és eléjük tette. Amíg ettek, ő ott állt mellettük a fa alatt. Azok megkérdezték, hol van a feleséged, Sára? Ezt válaszolta, itt a sátorban. Akkor az Úr így szólt, a jövő évben ez időt állt visszajövök, feleségednek, Sárának addigra már fia lesz. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária, odaült az Úr lábához és hallgatta szavát. Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott, nem törődsz vele, hogy nővérem egyedül hagysz szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődsz, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Márta a jobbik részt választotta, Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi. A mai első kérdésem nagyon egyszerű lesz. Tudtok-e nekem olyan dolgokat mondani, hogy amit otthon kell elvégezni? Házi munkát. Igen? Mondd, Gergő. Meg kell írni a három mondatot. Ez a te feladatod. És a szülők mit szoktak csinálni? Milyen házi munkákat tudunk? Porszívózás. Nagyon jó. Aztán mi van még, ami? Bortörlés. Minden a por körül mozog. Aztán mi más kell még otthon csinálni? Fűnyírás, nagyon jó. Aztán tényleg még hólapátolás is, arra most nem gondolunk annyira. Ahhoz, hogy vacsorázni tudjunk, mit kell csinálni előtte? Igen? Főzni kell, így van, nagyon jó. És közvetlenül a vacsora előtt, hogy legyen miből megenni, mit kell csinálni? Hát nem a vájúhoz szoktunk oda sétálni, hanem... Igen? Megteríteni, így van. Vagy meg is, be is kell ágyazni, és sorolhatnánk. Mondjad, Gergő. Állatokat megetetni. Így van. Mondjad, Kinga. Mosogatni biztos, azt is kell. A rutinos férjek úgy csinálják, hogy a házasságkötés után rövidesen, amikor először megkérik őket mosogatni, akkor a kedvenc edényt véletlenül eltörik, hogy többet meg ne kérjék mosogatni. Bár vannak férjek, akik nagyon szeretnek mosogatni, és ez én is szeretek, mert egy nagy kupac koszos edényből lesz egy szépen rendezett, tiszta, száradó edénysor. Ez egy jó dolog. Látványos. A fűnyírás is ezért jó, mert rögtön látszik az eredménye. Egy pedagógusnak kicsit többet kell ahhoz bele fektetni, hogy látszon valami eredménye a munkájának. Na de, nem tudom, hogy ti voltatok-e már úgy, hogy hát inkább azt mondja, hogy apa, anya, gyere és játsszál velem. És erre mi szokott lenni a válasz? Hogyha azt mondja, hogy gyere, játsszál velem. Igen? Nem érek rá. És mit csinálnak? Miért nem érnek rá játszani? Mert dolgoznak, ugye? Sütnek, főznek, mosogatnak, takarítanak, port törölnek, port szívóznak, állatotok etetnek, füvet nyírnak. Ezt megfogalmazta szépen a régi vers, hogy hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigye fel a padlásra, legyen velem, játszon velem. Ugye mennyivel jobb lenne az, hogyha leülne is játszani? Én emlékszem, gyerekkoromban ugyanez volt, még ki kell teregetni, még be kell rakni a mosást, sorolhatnánk. És ezek biztos, hogy olyan dolgok, amiket meg kell csinálni, és mégis vannak olyan időszakok, olyan kiemelt ünnepi pillanatok, amikor játszhatunk. És azért a gyerekkoromban vissza tudok emlékezni, amikor leültem a szüleimmel játszani, és jó volt. És akkor apukám mondta, hogy az öcsémmel, hogy hát játszatok, de az egészen más, mint ha ő is ott van, akkor az az igazi játék. Hát itt is, gondoljuk bele, Jézus megérkezik egy vendégségbe, leül, és akkor Márta sürög-forog, ugye főz, most takarít, főz, süt, takarít, főz, most takarít, mindent csinál, azért, hogy Jézusnak jó legyen, és annyira érdekes ez a kommunikáció Márta és Mária között, egy kicsit furcsa. Hát, ha nekem bajom van a nővéremmel, akkor azt mondom, hogy te Mária, gyere már, segítsek, így nem győzöm. Erre nem ezt mondja, hanem
azt gondolja, hogy ő jól csinálja, ő ellátja a vendéget, mindent megtesz érte, és ezért mondja a vendégnek, hogy hát igazolja őt, hogy igazolva, hogy hát szóljál a testvérednek, hogy ő is jöjjön és robotoljon. Na de kilátod már olyan vendégséget, ahova meghívnak valakit, leültetik a nappaliban, és mindenki elvonul a konyhába, hogy előkészítse a vacsorát. Ő meg szegény ott marad egyedül. Hát nyilvánvalóan az is fontos volt, amit Mária tett, ő a vendéggel törődött, de igazából ő profitált belőle. Neki volt jó, hogy odaülhetett Jézus lábához, és hallgathatta őt. Egyszer kaptam egy e-mailt, hogy mik lesznek azok a dolgok, amiket nem fogunk sajnálni a halálunk óráján. Senki sem fogja azt mondani, hogy jaj, de kevés időt töltöttem a munkahelyen, többet kellett volna. Ez az egyik. Ugyanakkor lesz egy csomó dolog, amit sajnálunk, hogy miért nem foglalkoztam többet a gyerekeimmel. Elmúlik a gyerekkor és vége. Nincs mit pótolni már. Kirepülnek. De sajnálom azt az időt, amit nem adtam meg a másiknak. Hányszor tanúskodnak a koszorúk egy-egy temetésen a lelkiismeret furdalásról, hogy amit nem adtam meg neki életében, azt most egy kis koszorúval próbálom pótolni. Pedig, ha tudtam volna, hogy csak ennyi az élet, akkor mennyivel inkább másképp csináltam volna. Szoktam mesélni Kun Erzsébetnek azt a történetét, amikor egy fiatal ember a postára megy, és éppen tölti ki a kitöltendő kis lapot, valamit elrontott, és elkezdett vele kiabálni a postás kisasszony, és a másik azt mondja neki, hogy ne haragudjon, de miért kiabál velem, amikor tudja, hogy meg kell halnom. És teljesen döbbenetes a csönd. Hát ne haragudjon, de nem tudtam. De hát magának is meg kell halnia, nekem is meg kell halnom. Legyünk addig kedvesek egymáshoz, amíg lehet. Szóval nagyon sok minden van, amit most kell kihasználni, és Jézushoz is jó odaülni néha. Rengeteg munkánk van, rengeteg tennivaló, de mindemellett jó, hogyha van időnk arra, hogy leüljünk Jézus lábához. Luther Márton mondta egyszer, hogy sokan azt mondják, hogy annyi dolgom van, hogy nincs időm imádkozni. Nekem pedig annyi dolgom van, hogy muszáj egy órát imádkoznom. A Jóisten nagyon sok mindent tud pótolni. És biztos vagyok benne, hogy ha leülünk imádkozni, akkor tele lesz a fejünk különböző gondolatokkal, hogy jaj, még ezt meg kell csinálni, jaj, még azt fel kell hívni. És ezek mind pozitív dolgok, mind jó dolgok, és mégis attól veszik el az időt, aki a legdrágább számunkra a Jóistentől. A legdrágább az időnk, és éppen ezért az ingyenes idő az, amit Istennek adhatunk, és ez az, amit soha nem lehet tőle megvonnunk. És biztos vagyok abban is, hogy ha Istennek ingyen időt adunk, ha imádkozunk, ha leülünk egy kicsit elcsendesedni, ő sokszorosan visszaadja azt az időt. Mária ezt tette. Ő is süröghetett, foroghatott, de azt mondta, hogy Jézus most van itt. Most tudok leülni. Most tudom őt hallgatni. Holnap után elmegy. Utána ráérek még sürögni, forogni, takarítani a sok házi munkában. És ezért mondja Jézus, hogy Márta, Márta, te sok mindennel törődsz, pedig csak egy a lényeges. Mi a lényeges? Az Isten kapcsolat. Mert az Isten kapcsolatból fakad minden emberi kapcsolat. Ha Istennel jóba vagyok, akkor az emberekkel is jóba leszek. És hányszor hallani azt, hogy hát 12 órázom, meg még dolgozom, és közben mennek szét a családok, mert azt az időt, amit a másikra kell szánni, azt nem szánjuk rá. És ott van még az alibi is, hogy hát én értetek, dolgozom. Hát vissza kell fizetni a hitelt. Nem sokat fog csökkenni azon a másfél órán, amivel hamarabb hazaérsz, és amit a családoddal tudsz tölteni. Bizony ez lesz az idő, amit nagyon bánni fogunk később, hogy nem adtunk oda a másiknak. Az Istennek, vagy éppen a családtagjainknak. Legyen figyelmünk erre, hogy sok mindent meg kell csinálni, és én azt szoktam javasolni, hogy ha valaki leül és imádkozik, akkor jó, ha oda készít egy papírt, meg egy ceruzát, hogy a jó ötletek, amik eszébe jutnak, azokat le tudja írni. Éppen azért, mert hogyha azon jár az agyam, hogy jaj, el ne felejtsem az imádkozás végéig, hogy mit kell majd csinálnom, akkor vége az imának. Viszont a gondolatok se véletlenül jönnek. Lehet, hogy azért, mert éppen aki eszembe jut, azért tudok imádkozni, és ezt szoktam javasolni, hogy hányan tapasztaljuk, gondolom nem vagyok egyedül azzal, hogy leülök imádkozni, és egyszer csak azt veszem észre, hogy egészen máshol járnak a gondolataim. Semmi baj nincs ezzel, mert gondolkodó lények vagyunk, de ezt a gondolatot, aki eszembe jut, vagy ami eszembe jut, az imádsággá lehet alakítani, imádkozom érte. Vagy imádkozom ezért az eseményért, imádkozom azért a betegért, imádkozom azért a jó ügyért. És azt mondom, hogy látod, Uram, mi jutott az eszembe? Hát kérlek, hogy segítsd meg ezt az embert. Tehát nem kell félni ezektől a gondolatoktól, és a sok tennivalótól sem,
de kell, hogy legyen ingyenes időnk Isten számára, amikor tényleg leülünk, és ezt a 10 percet ezt most neked adom. Mert tudom, hogy ez a 10 perc csend naponta, ez helyrehozza a lelki békémet is. Csak ne spóroljunk vele. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. És biztos vagyok benne, hogy a Jóisten ezt az időt sokszorosan vissza tudja adni. Hát a következő héten próbáljunk odafigyelni, hogy a sok-sok teendő mellett, ami biztos, hogy van és még lesz is, ahogy egy pap barátom mondja, hogy akármennyit dolgozol, biztos, hogy marad holnapra is. Tehát a munka az, amit nem befejezni, hanem abba hagyni lehet. És kell is, mert kell, hogy legyen csendünk. Még befejezésül hadd meséljem el egy fiatal házaspárnak a történetét. Már jó néhány éve házasok voltak, a feleség egy jól menő utazási irodánál dolgozott 12 órát naponta. És azt mondja, hogy annyira sokat dolgozik, hogy nem maradt ideje se Istenre, se a férjére. És azt mondja, ez így nem megy tovább. És egyszer csak bement a főnökéhez, és azt mondta, hogy ne haragudj, de mostantól kezdve naponta 8 órát fogok csak dolgozni. És mivel nagyon jó munkaerő volt, az azt mondta a főnök, hogy jó, csak végezz el azt, amit kell. És 8 óra alatt sokkal hatékonyabb volt. És utána azt mondja, most hát volt időm Istenre, el tudtam menni naponta misére, a férjemre is volt időm. Egyszerűen csak döntés kérdés, hogy kire szánunk időt. És ha tudunk kellő mennyiségű időt szánni a szeretteinkkel, akkor a velük való kapcsolat még szorosabbá válik, egyre inkább vágyunk arra, hogy velük legyünk. Ezt nem lehet megspórolni. Ugyanakkor az ellentéte is igaz, ha kevés időt töltünk azokkal, akikkel többet kéne, szép lassan elhidegülünk egymástól. Ezért megy szét egy csomó házasság, ezért megy tönkre szülő-gyerek kapcsolatok, mert spórolunk az idővel, illetve máshova tesszük. Hát tanuljunk Máriától, tudjunk egymás lábához és Jézus lábához is leülni, és döntés kérdése, hogy kire szánunk időt, ne féljünk attól, hogy Istennek időt adjunk, ő sokszorosan visszaadja, és a családtagokra ugyanúgy szánjunk időt vasárnap, vagy szombaton, vagy hétköznap, hogy legyen időnk játszani még a gyerekekkel addig, amíg lehet, legyen időnk törődni a házastársal, amíg még lehet, és biztos vagyok benne, hogy ez az idő az, ami a legjobb befektetés. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kérjük testvéreim a világosság Atyát, hogy nyissa meg szemünket az egyszükségesnek, lelkünk örök üdvösségének meglátására és megbecsülésére. Add, Urunk, kegyelmedet, hogy sikereink el ne vakítsanak minket, és fel tudjuk ismerni az örökké tartó javak értékét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add kegyelmedet, hogy egy házad megszerettesse a világgal a lelki szegénységet, az anyagiakhoz nem tapadó lelkületet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add kegyelmedet, hogy úgy keressük a földi jólétet, hogy el ne veszítsük az örök boldogságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add kegyelmedet, hogy a keresztények többre becsüljék lelkük tisztaságát minden másnál, amit a világ kínál. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add kegyelmedet, hogy az egyházközségünk hívei átérezzék Jézus szavának igazságát, jobb adni, mint kapni. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, Te a keresztségben arra hívtál meg minket, hogy a megszentelő kegyelem által szüntelenül az Isten gyermekség állapotában maradjunk, és szent fiat példájára lélek szerint éljünk. Erősíts meg minket a jóban, hogy szent hivatásunkat semmiért el ne cseréljük, és így elérjük örök célunkat, Krisztus a mi Urunk által.
Ezen a héten kontra Franciska és kontra Levente rajzai kerültek ki. Gyertek, kaptok másikat. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindenki és az egész Szent Egyház javára. Istenünk, Te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul fiat kereszt áldozatát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Én is hat rendeltek. Emeljük föl szívünket, fölemeltük a pasztorunkhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának Te szabtál törvényt. A Te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasztaljon téged, Krisztus a mi Urunk által. És ezért mi is dicsőítünk az összes angyallal együtt, vidám lélekkel éneklünk és hálás szívvel zengjünk. Valóban szent vagy Istenünk, és áldott a Te szent fiad Jézus, a kicsinyek és a szegények barátja, akit elküldtél hozzánk.
Ő azért jött, hogy megtanítson minket, hogyan szerethetünk téged, és hogyan szeressük egymást. Eljött azért is, hogy a szívekből előzze a rosszat, és így egymásnak barátai lehessünk, és ne gyűlöljék egymást az emberek, hanem mindenki boldog legyen. Ő megígérte nekünk a Szent Lelket, aki minden nap megsegít minket, hogy a te életedből éljünk. Istenünk, Atyánk, kérünk téged, küldd el Szent Lelkedet, hogy a kenyér és a bor, amelyet neked ajándékul hoztunk, teste és vére legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak. Szenvedése előtti estén megmutatta nekünk Jézus, mi végtelenül szeretsz minket. Amikor együtt volt tanítványaival az utolsó vacsorán, kezébe vette a kenyeret, hálát adott neked, megtörte, nekik adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálaimát mondott, odaadta nekik a kelyhet, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálban hirdetünk, Urunk, és hittel halljuk feltámadásukat, a hírben Szeretett Atyánk, megemlékezünk tehát arról, hogy Jézus, a világ üdvözítője meghalt és feltámadt, és önmagát a kezünkbe adta, hogy áldozatul bemutassuk neked, és általa eljussunk hozzád. Hallgass meg minket, Urunk Istenünk, ajándékozz szent lelkedet mindazoknak, akik a te lakomádon részt vesznek, hogy mindnyájunk szíve egy legyen az egyházban, Ferenc pápánkkal, Béla püspökünkkel, a többi püspökkel és mindazokkal együtt, akik népedet szolgálják. Ne feledkezzél meg azokról, akiket szeretünk, és azokról sem, akiket nem szerettünk eléggé. Emlékezzél meg azokról is, akik te hozzád tartoztak, amikor elköltöztek ebből a világból, és jóságosan nyisd meg nekik házadat. Kérünk, hogy gyűjts egy be egykor minket is magadnál, a boldogságos Szűz Máriával, Isten anyjával, égi édesanyánkkal, hogy örökké ünnepelhessünk országodban. Akkor majd a mi Urunk Jézus Krisztus minden barátja vég nélkül énekel neked. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk nagy bizalommal így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézd,
hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az én lábam.
Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Hirdetéseink, jövő heti miserendünk, jövő héten hétköznapokon igeliturgia lesz, jövő vasárnap délelőtt Horváth Mihály és Zser Katalin 50. házasság évfordulóján lesz szentmise, este pedig elhunyt Tiborért és elhunyt szülőkért ajánljuk fel a szentmisét. A héten Pécset rendezzük a riói ifjúsági világtalálkozóval párhuzamosan zajló Hungariót 1600 fiatal részvételével. Egy-egy napra is be lehet csatlakozni a programba, melyről többet a www.hungario2013.hu oldalon olvashattok. Egy programra szeretném felhívni a figyelmet, ami egy nyitott program. Szombaton este 8:30-kor a Domtéren lesz mindenki számára nyitott evangelizáció a Boyki Brothers közreműködésével. Igét hirdet majd Udvadi György püspökatya, minden érdeklődő szeretettel várunk. Egy másik hirdetés, július 29 és augusztus 9 között kezdődik, kezdők és újrakezdők számára 60 órás intenzív angol nyelvtanfolyam lesz 18 év felettieknek a Kaposfüredi Művelődési Házban. A Katolikus Gimnázium angol tanárai fognak itt tartani intenzív kurzust. Az órák hétfőtől péntekig reggel 8-tól 1 óráig tartanak, és a teljes tanfolyam díja, mivel államilag támogatott, összesen 1200 forint per fő. Kiszámoltam 20 forint óránként, úgyhogy mindenkinek javaslom, aki szeretne elmélyülni az angol nyelvtanulásban, 1200 forintért 60 órát kap, tehát július 29 hétfőtől augusztus 9-ig itt a Füredi Művelődési Központban. Jelentkezni a www.unitanoda.hu oldalon, érdeklődni pedig a 0630 268 8207-es telefonszámon lehet, ami lehet rá jelentkezni. Én javaslom mindenkinek, egy óriási lehetőség, szinte ingyen lehet angolt tanulni. Én fontosnak is érzem, hogy tanuljunk, és azt a lapot viszont nyugodtan adjátok oda annak, aki érdekelhet ez a dolog, hiszen hátoldalán az élővíz evangéliumát olvashatják, a másik oldalon pedig a tanfolyamnak a tartalmát, hogy vigyetek ebből a labból bőven azonnak, aki úgy érzitek, hogy szívesen csatlakozna ez a tanfolyamhoz. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ér, menjetek békével! Istennek legyen hála! Evangéliumban Márta Jézust kéri, hogy álljon az ő pártjára, hiszen ő dolgozik, végzi az állapotbeli kötelességeit. Jézus picit inkább őt korholja. Nem a munka ellen beszél, nem azt mondja, hogy nem kell ezt megcsinálni, hanem hogy meg kell találni a munkának is az időt, és az Istenre, a többiekre szánt időt. Ezen a héten próbáljuk arra figyelni, hogy naponta legyen egy rövid, ingyenes időnk Istennek, és Isten biztos, hogy visszaadja mindazt, amit ő ráfordítunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!